Szia! Ez a torna közkívánatra, a taxisoknak, egyéb sofőröknek, futároknak készült, akik a fél életüket az autóban ülve töltik. Még kezdheti ülve a tornát, aki most velem jön, néhány válkörzéssel visszafelé is. Ha nem vagy taxis, akkor is tornázhatsz nyugodtan, ez a pár perces gyakorlatsor, ez fel fog élénkíteni. Ha nincs rajta cím, akkor ugye vagy húzd át off-ba, foglaltra magad, és egy pár perc alatt felfrissülsz, ha azon gondolkodtál, hogy kéne egy kávé, vagy ne adjisten egy energiaital, akkor lehet, hogy ezzel a gyakorlatsorral ezt is kiváltod. Nagyon jó, tedd vissza a fejed a helyére. Ugye félreálltál az autóddal, most szálljál ki belőle, nagy levegő, jobbra hajlítsd a törzsed, és közép, nagy levegő, nyújtóz, balra hajlítsd a törzsed, és közép, na még egy nagy levegő, nagyot nyújtózunk, ez az, neki támaszkodunk, mondjuk a csomagtartó tetőnek. És hogy egy kicsit fölpörgessük a pulzust, haránt csere következik, jobb láb elől, bal láb hátul, gyere, cseréld meg. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, azaz, fújd ki magad. Ezzel már rá is hangolódtunk a tornára. Nyújtsd meg a comb belülső részét, húzd a sarkad a fenekedhez, és hátra a combodat. Támaszkodj. Mit szólsz? Jöhet a másik láb. Sarkad a fenekedhez, nyugodtan támaszkodj, de lehet egyensúlyozva is. Megnyújtjuk a vádlit. Jobb láb hátul, sarkadat nyomd lefelé a talajra. És a bal térdedet még egy picit hajlítsd, de jobban, amennyire megy. Sarkad a talajon. Oké. Másik láb. Sarkad a talajon, bal sarkad. És a jobb térdedet picit még jobban behajlítod. Ez az. Támaszkodunk még a csomagtartó tetőn. Elsétálunk az autótól addig, hogy vízszintes legyen a törzsünk. Leengedjük a mellkasunkat, ezzel nyújtjuk a gerincünket. És kiegyenesítjük a csípőt, hajlítjuk, leengedjük a mellkast, és kinyújtjuk. Hozzáteszünk valamit, amikor kinyújtod a csípődet, akkor egy kicsit enged még lejjebb, hajlítod, csak most a másik irányba. Így van. Hajlítod, és leengeded előre. Szép hosszú nyak, széles mellkas. Hajlítod a csípőd, leengeded a mellkasodat, aztán leengeded a csípődet. Most egyenesítsd ki a csípődet, egy vonalban van a comb és a törzs. Hajlítsd a könyököd. Egy ilyen könnyített fekvőtámasz kétszer. Ez az, hajlítsd a csípőd, engedd le a mellkasod. Gyere vissza, engedd le a csípődet, nyisd a mellkast, egyenesítsd ki a csípődet karhajlítás jobb lábemeléssel, karhajlítás bal lábemeléssel. Ismételjük még kétszer. Csípőhajlítás, aztán leengedjük a csípőt, aztán kiegyenesítjük, karhajlít jobb lábemel, karhajlít bal lábemel. Na még egyszer, hajlítjuk a csípőt, leengedjük a mellkast, aztán egy kis finom homorítás, nyisd a mellkast, egyenes törzs, egyenes csípő, jobb lábemel, bal lábemel. Ez az, kicsit közelebb sétálhatsz nyugodtan. Fúj egyet, futunk, támaszkodj az autódnál 20-at, térdemeléssel, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ez az, fúj egyet, rázd le, ami fáj, tolózkodás jön. Tényleg jók vagyunk, nem lesz ez olyan nagyon hosszú ez a torna. Ugye talán magas a csomagtartó teteje, akkor nézd meg a gépháztetőt, hát ha ott kényelmes, támaszkodj meg rajta jól, hajlítsd a könyököd, engedd le jó mélyre a combokat, csípőt, és nyújtsd, hajlítsd, és nyújtsd.
ismételd, és ha tudsz hozzátenni egy pici nehezítést, akkor váltott lábemelés. Egyik emel, letesz. Másik, letesz. Egyik, letesz. Másik, ez az. Hatot, ötöt, négyet, hármat, kettőt, egyet. Szupi! Ez is megvan. Guggolni fogunk, nyugodtan rázd le, ami fáj. Mondjuk a lökhárítóra. Milyen jobb útoron van. Fölteszed a jobb lábad, ellépsz a ballal, döntöd a törzsed, a bal térdedet kell hajlítani, tehát olyan messzire el kell lépned, hogy a térded ne menjen a lábujjak vonala elé. Ez az. És ha megy, emeld a karodat is. Még 7, 6, 5, 4, 3, 2, még egy. Nagyon jó, jön a másik oldal. Bal lábat a lökhárítóra. Jobb lábbal ellépsz. Döntöd a törzsed. Elindíthatod kar nélkül is. De ha megy. Karral. 7-et. 6-ot. 5-öt. 4-et. 3-at. 2-t. 1-et. Ez az. Nagyon jó. Tekerd le az ablakokat, vagy lehet, hogy úgy is érkeztél, hogy lent vannak az ablakok. Meg kell nyújtanunk a mellizmokat. Ezt nem tudom igazán jól megmutatni. Itt az ablakkeret. Benyúlok rajta. Ott az autóm, az ablakkereten benyúlok. És elfordulok az autótól. És közben kapaszkodom hátul, hogy ez a gyakorlat megnyújtsa a váll elülső részét és a mellizmokat, mert ezek nagyon sokat dolgoznak. Fordulj el, amennyire csak tudsz. Nagyon jó. Visszafordulunk, jön a másik oldal. Megkapaszkodsz belülről, elfordulsz az autótól. Lélegzel. Úgy, ahogy a kormányt fogod, ugye, ezek az izmok is mindig dolgoznak. Nagyon jó, visszafordulunk. Újból a comb belülső része. Nem csak taxisoknak, sofőröknek, ugye, és futároknak jó a torna, hanem minden vezetőbeosztású dolgozónak a kormánynál. Ezt a poént nem lehetett kihagyni, mert olyan jól hangzik. És tényleg, ahogy ülsz, a lábak nem elgyengülnek, a csípő elülső része viszont túlfeszessé válik, és ugyanúgy a mellizmok is. Tehát ez nagyon fontos mind megdolgoztatni. Nyújtóz, jobbra engedd le a fejed, és közép, nyújtóz, balra engedd le a fejed. Nem is kell kávé, energiaital se. Egy kicsit gúrisd egyik váltal a másik. Nagyon jó. Ügyes voltál, csak egy pár perc torna. Felfrissültél, visszaülhetsz. Húzd át magad. Jöhetnek a címek. Puszi, egészségedre. Szia!